Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb vlogban, ahol éppenséggel két munkafolyamatot csinálunk egyszerre, vagyis majdnem egyszerre. Ugye kint vagyunk a MX Magnummal, azzal a földet árcsázzuk. Ugye a 6,6 méteres rövid tárcsánkkal, illetve kint vagyunk a 12,5 méteres gyűrűs hengerünkkel, azzal pedig visszatömörítjük a földet, ugyanis a repce magágyat készítjük elő. Közben itt készülődik valamiféle fajta eső, ami már egyáltalán nem lenne baj, mert régen volt nagyon esünk. Ugye most egy 40 hektáros földben vagyunk, hát körülbelül egy ilyen 8 órája lehetünk már kint, fél nyolckor jöttünk itt. Most tartunk 27 hektárnál, de mondjuk nem pont 40 hektár a föld, 38,5, azt hiszem. De szerintem már az íjház végzett is, már csak nekem kell lehengerelni az egészet. Váltunk egyet. Ezt lehet hallani, ugye most egy szelep, vagy hát ugyanaz a szelep, ami eddig is rossz volt a klasszon, az megint játszik itt a technika ördöge velünk, mert össze-vissza ingadozik a motorfordulat, ugye egy gázzal érdekoló szelep, de ezt már elmondtam szerintem egy párszor. Ja nem, még a forgót csinálja a nőpa. Ugye most a 8-al mennénk, hát most ilyen 12,5 hektár per óra a teljesítményünk, mert ugye 12,5 méter a technikánk, és 10-zel megyünk majdnem. Ugye ide repcét szeretnénk majd vetni. Ha még nem lesz eső, akkor meg valószínűleg napraforgót. Ugye a monitorunkról már beszéltem, ez most csak egy sima szabadjeles, 30 centi pontos. Akkor itt is mondjak még nektek. Hát, 10-zel megyünk ugye, C4-be 1340-es fordulaton. Hát haladós ezzel a szerszámmal. A szél az eléggé fúj, ugye az látszódik a poron, és csepereg az eső végre. Amit nem gondoltam volna, hogy fog esni. De ezt már befejezzük, és nagyon remélem, hogy befejezzük. Itt vagyok, csak hívtak. Amit az IH-ról el tudnék még nektek mondani, hogy szét lett szedve az eleje. Arról is teszek majd a képet nektek. Az első hídból ki lettek szedve a féltengelyek, az oldallehajtások, a diffi. Szimmeringeket cseréltünk, meg a legnagyobb baj az volt, hogy víz került, vagy hát pára került az olajba, vagy hát a vízpára volt benne, és az a nagyon pici víz is már kicsit megrongálta a fogaskerekeket, és újra kellett hézagolni, meg csapágyakat kellett benne cserélni. De meg lett csinálva, és most már nagyon jó. Meg ugye folyt az olaj az első hídnál, ott a diffinél, vagy hát ahol bemegy a... középen bemegy a kardán a diffibe. Hát ebből nem lesz nagy eső. Na, rákezdett most már normálisan esni. Ma belülről. Ajjaj.
be tudjuk fejezni. Nem merem letörölni az ablakot, mert csak rosszabb lesz. Csak ne kezdjen el ragadni, mert... Ajjaj. Na nézzük, töröljük le. Végre esik. De szerintem teszik egy... Egy ilyet. Hogy elkezdjön befolyni nekem. Mondjuk én nem. De. Nem tudom, hogy kéne megcsinálni. Ma mindent megpróbáltam. Legalább jó nagyjából az ablak törlő rajta. Ez ne folyjon ide be. Ez kívülről van, megnyugodhat mindenki. Az üveg még teljesen száraz. Ajjajajajajajajaj. Szerintem ezt most kéne abba hagyni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és most megyek össze csukni. Sziasztok!